Burkus Dávid Egon, Pesti interjú. Egy tavaszi napon történt, hogy Ilona életében először utazott Pestre. Alföldi lány volt, tarpán családjával, ami egy apró falu az ukrá határon. Akkoriban húsz éves lehetett. Vonaton éppenséggel utazott már többször is, de valahogy sosem volt dolga a fővárosban. Megesik az ilyesmi. Most is épp csak egy állásinterjú miatt vette a bátorságot a nagy utazáshoz. Hajnalbal indult, és dél volt, mire megérkezett a nyugati udvarra, Ahogy leszállt a vonatról, talán egy perc is eltelt, mire magához tért a csarnok hatalmas mennyezete láttán. Emberek százai sűrögtek, mindenki úgy tett, mintha a világ legfontosabb feladatával bízták volna meg. Bár vidéki lány volt, nem volt egy elveszett lélek. Rögtön megszólított két lassan botorkáló nyugdíjast, akik kellően pestinek tűntek. Kezít csókolom, segítsenek már nekem, nem vagyok idevalósi. Hogyan kell innen a legegyszerűbben eljutni a pesti munkásszállóhoz? Egy óra múlva ott lesz állásinterjúm. Két öreg felnézett a pálya hatalmas órájára, majd hosszas elmérkedésbe kezdtek a budapesti tömegközlekedésről. Egy ponton jól össze is vesztek, de Ilona türelmesen hallgatta őket. Végül megállapodtak a hármas metróban. Ilona megköszönte a város ismereti gyors talpalót, és vett egy vonaljegyet a kiárat melletti újságárusnál. Később mindig úgy mesélte a metróval való első találkozást, mintha egy hatalmas, vasfogú gépezet gyomrába ereszkedett volna alá. Pont olyan rémisztő, mint amennyire izgalmas. Persze először nem sikerült elkapni a mozgó lépcső tempóját, majdnem hanyatt esett. Lefelé menett, az embereket figyelte mintha futószalagon forgó divat bemutatót nézne. Jött szembe szövetkabádos hegedűs, matyóhimnézes néni, de kék overálos szobafestő mázoló is. Sosem látott még ennyi, ennyi különböző embert egy helyen. Még mindig kicsit szédült a végtelen terekről, amitől akkor hatalmas szélvihar kíséretében befutott a metró. Ilonkának nem volt nehéz dolga, egészen a nagyvárattér végállomásig kellett mennie, legalábbis ezt tanácsolta az idős házas pár. A metrón nem voltak sokan, még mindenki munkában volt. Egy-két nyugdíjas ült a kocsi végében, szemben pedig a fiatal lány a kisbabájával. Lámpák villogtak, sinek nyikorogtak, kábelek futottak az ablak túloldalán. Mennyi inger ez egy ilyen apró embernek? gondolta Ilona. A téren persze már egészen más volt a hangulat, az ember mintha nem is Pesten lenne. Motorház napozó taxisok, iskolából szökött fiatalok, kóbormacskák mindenfelé. Ilona magában az öregektől kapott utcaneveket montázta. Kőbánya, Katica, Teleki. Kőbánya, Katica, Teleki. A szavak lassan jelentésüket is elvesztették, amikor egyszer csak meglátta a hatalmas KMO feliratot egy ház oldalán, a betűk állítva követték egymást, a tábla tetején egy háztetőszerű csúcs piroslott. Ilona a pillantott, még tíz perccel hamarabb is érkezett. Most először fújta magát ki igazán, mióta leszállt a vonatról. A bejárat előtt egy fekete, kalapos férfi cigarettázott. Fekete haj, kreolbőr, mélyen ülő barna szemek. Ilona kihúzta magát, és a férfi elé lépett. Jó napot! Petneházi Ilona vagyok, és állásinterjúra jöttem Kovács Aladárhoz. Meg tudnám mondani, hogy merre találom? A férfi nem válaszolt, csak szívott egyet a cigarettájából. Lassan kifújta a füstöt, majd végigmérte a lányt. Végtelen nyugalomban vetette oda, hogy kit? Kovács Aladárt, vele lesz ma interjúm. A férfi megvakarta fejét, és így válaszolt: Nézek is én már pár éve itt dolgozom, de életemben nem hallottam még ezt a nevet. Ilona zavarba jött, nem is értette, mi történik. Nézte a bejárati ajtót, nézte a KMO táblát, majd vissza a magas férfira. Csak ennyit tudott elhebegni, de, de ez nem az új pesti munkás szálló. A férfi szemei elkerekedtek, és harsány nevetésbe kezdett, még a kalapját is levette hozzá. Ahogy a férfi nevetett, Ilona egyre inkább elpirult. A férfi így válaszolt. Hát munkásnak munkás, már-már melós, de ez a kispesti, nem az új pesti." A férfi jól mulatott, Ilona a fejében pedig lassan összeállt a képlet, akkor, akkor a férfi kiegyenesedett és kacagva visszatette kalapját. Először jár Pesten, ugye? Ilona bosszusan nézett a férfira, de közben titkon élvezte, hogy a férfinak ilyen jó kedve hogy magának? Milyen jó szeme van? Felelte cinikusan. Bocsánat, bocsánat, nem akartam így kinevetni. Szabadkozott a férfi. Á, mindegy nekem most már. Csak egy egész napos utazáson bánta, sóhajtott a lány. És mi lett volna, ha felveszik? Húzta fel az egyik szemöldökét a férfi. Gyors és gépíró, ha annyira tudni akarja. És mindenáról ragaszkodik az újpestiekhez? Miért érdekli? A férfi kabátja zsebébe nyúlt, és egy fém tárcából újabb cigarettát vett elő. Meggyújtotta, és a lány felé fújta a füstöt. Mert mi is épp azt keresünk. Ilona kölgött kettőt, és elhesegette a füst felhőt. Előre-hátra kezdett billegni, ahogy a férfi zavarba ejtően nézte őt. Tényleg? Tényleg? Viccentett a férfi. Akkor ajánlom magamat, hajolt meg Ilona játékosan. Arra semmi szükség, mosolygott a férfi. Akkor legalább megtudhatom a munkáltatom nevét, nyújtott kezet a lány. A kezek találkoztak, és két fiatal hosszan egymás szemébe nézett. Burkuságom, válaszolta a férfi nagy mosolyjal, és még ki tudja, meddig álltak így egymás mellett a Kálmó épület előtt ezen a tavaszi délutánon. Egy biztos, ezek a sorok mindennek a hosszú készfogásnak köszönhetőek. A készfogásnak, amikor 1978. április 3-án délután 12 óra 50 perckor egy különös félreértés véget, először találkoztak a nagyszüleim. Megesik az ilyesmi.